Egy nagy előadó művész hagyatékának, hogyha az kellőképpen gazdag, nagyon érdekes elemei tudnak lenni az úgynevezett premier ajándékok. Az illető művész egy jelentősebb bemutató alkalmából kap tisztelőitől, kollégáitól. Róna Viktor hagyatékában két ilyen jelentős tételt találunk, sok apróság mellett. Az egyik ezek közül a diótörő herceg figuráját ábrázoló kis báb, melyet 1955-ben kapott, amikor az alkotásból a diótörőbe a férfi főszerepben bemutatkozott. A diótörő herceg bárfigurálnál több mint 20 évvel idősebb egy másik nagyon izgalmas és kedves tárgy, szintén premier ajándék, ami a kiállításon ugyancsak látható. Ő volna az a Világteremtése című mese vígbalett főszerepében ábrázolja Róna Viktort. Ez egy 1976-as előadás. Sajnos nem tudjuk, hogy ki készítette és ki adományozta ezt a bábot Rónának. Egy nagyon kedves és professzionális darabról beszélünk, amit megőrzött a másik bábbal együtt a hagyatékban, ám nem volt túl jó állapotban. Egy rendkívül érdekes élmény volt a mi számunkra is, mikor ezt a bábot utöntöttük, hogy a kiállításra restaurálhatjuk, a találkozás Pataki Anikó textil restaurátorral, aki egy sebész gondosságával nagyszerű dokumentációt készítve a folyamatokról, hát ezt a bábot meg új életre keltette. Minden apró alkatrészt, a ruhát, a szakállat, a nem látható testet újra rendbe rakta, és mostanra egy gyakorlatilag szinte vandalúnak tűnő darabot mutathatok be önöknek, mert itt üldögél a hármas terem egyik tárgójában. Fölötte pedig ennek az előadásnak, mely Róna egyik utolsó nagy vezető szerepet Budapesten, néhány dokumentumát látjuk. A tagó sarkában két fényképen, mind a kettő mezeiből a fotója, látjuk Rónát és vezető szereplő társait, a felső fotón Kelehezi Ervin és Orosz Adél látható, nem pedig Rónát látjuk egy grandiózus ugrás közben, mind a két kép ezt a bizonyos Világteremtése című előadást ábrázolja. A bábot Róna haláláig őrizte egy kis cipős dobozban, és tudható volt, és erről fel is maradtak emlékezésre, hogy különösen kedves volt a szívének.